Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nem sokára kezdjük majd a szentmisénket, addig is kérem a türelmeteket. És a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérem, virágvasárnap után, a nagy héten közeledünk már Urunk szenvedésének, halálának és föltámadásának szent eseményeit megünnepelni, és ezeken a napokon már a liturgia is, főleg a szentírási olvasmányok érzékeltetik velünk, hogy közel a húsvét. De ahhoz, hogy ne csak az ünnep érkezzen el, hanem mi is megérkezhessünk, és Krisztussal együtt éljük át a húsvét titkát,
ahhoz nekünk ezek a napok, ezekre a napokra szükségünk van, hogy mi is felkészüljünk arra az eseményre, amelyet Jézus velünk és értünk akar megölni. Ezt a mai szent misét fölajánljuk több szándékra is, mindenek előtt fölajánljuk egy elhúnyt testvérünkért, Mártonért, aztán fölajánljuk a járvány miatt szenvedő beteg testvéreinkért, az ő hozzátartozóikért, és egyházközségünk tagjaiért is. A szent mise kezdetén most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat lépkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazod nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy mi, akik gyöngék és fáradtak vagyunk, új erőre kapjunk egyszülött fiad szenvedésének érdeméből, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztottam rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiárt majd, nem emeli fel a hangját, és szava sem hallatszik az utcákon. A megtört nátszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lalkad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a távoli szigetek. Ezt mondja az Isten az Úr, aki megteremtette az eget és kifeszítette, aki megszilárdította a földet, és kisarjasztotta rajta a növényeket, aki éltető leheletet ad a földön lakó népnek, és életet mindennek, ami csak jár kell rajta. Én az Úr hívtalak meg igazságban, és fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadíts ki a börtönből a foglyokat, és a tömlőzből azokat, akik sötétben ülnek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Világosságban az Isten üdvözít engem. Világosságban az Isten üdvözít engem. Világosságban és üdvösségem az Úr, kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr, kitől rettegnék? Világosságban az Isten üdvözít engem. Ha a gonoszok rám törnek, hogy felfalják testemet, akkor ellenségeim és gyötrőim meginognak, és a földre zuhannak. Világosságom az Isten, üdvözít engem. Egész tábort állíthatnak ellenem, nem fél a szívem. Áldás harcra kelhetnek ellenem,
én akkor is remélek. Világosságom az Isten, üdvözít engem. Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők földjén. Remélj az Úrban, bátran cselekedj, szíved legyen erős, és bízzál az Úrban. Világosságom az Isten, üdvözít engem. Üdvözlégy, királyunk, tévegéseinken csak te könyörülsz. Adjál testvérem. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárdusolajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás megszólalt. Miért nem adtuk el ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények közül? Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt. Ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopotta. Jézus azt mondta neki, hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi, mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek. A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és oda mentek nem csak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, 6 nappal húsvét előtt vagyunk, és ez az evangélium, a betániai vacsora, tulajdonképpen egy hála vacsora. Nagyon nagy dolgot tett Jézus Lázárról. Egyértelműen igazolta az ő messiási hatalmát, az ő isteni küldetését, amikor egy negyednapos halottat föltámasztott a zsidó rabbik felfogása szerint, ez kifejezetten csak egy messiásnak lehetséges ezt a tettet véghez vinni, mert az volt a felfogás, elképzelés, hogy 3 napig még a halott test körül, vagy annak a közelében marad a lélek. Negyednapos halottnál már elkezdődik a bomlás, és igazából ott már nincs visszatérés az életbe. Ha valaki mégis ilyet meg tud tenni, az az Istentől való. És Jézus, amikor föltámasztja, életre kelti Lázárt, hallottuk az evangéliumból is, hogy sokan hittek Jézusban, ezért sokan oda is jöttek. Egy olyan egyértelmű jelet mutatott Jézus, hogy ő az Istentől jött ezzel a csodával, ami nagyon sok embert elvezetett Jézusba vetett hitéhez és meggyőződéséhez. Olyannyira, hogy hallottuk az evangélium utolsó mondatát, hogy a főpapok már azon tűnődnek, hogy Lázárt is meg kell ölni, mint bizonyítékot. Csak azért, hogy Jézust eltessék lábamról. Érezzük, hogy ez már a tényleg a húsvét közvetlen közelében levő esemény sorozatok egyike, ez a betániai vacsora. Már szorul szinte Jézus körül az a gyűrű, az a hurok, amelyik meg akarja folytani azt, aki közénk jött, aki az életet hozza. És ilyen közegben találkozunk Jézussal, meg azzal a családdal Betániában, akik szeretnék kifejezni a köszönetüket és a hálájukat Jézusnak. Egy hála vacsora. Amikor is Mária, Lázár testvére,
Nem tudja, hogyan fejezze ki a nagy-nagy köszönetét és háláját a Mester iránt, hogy ő a testvérét, Lázárt életre támasztotta is, és szinte pazarló módon fejezi ki a hódolatát Jézusnak, amikor 300 dénárért vásárolt nárdusz olajat önt Jézusnak a lábára. A hálának a gesztusa, mert igazából nem is szavak szerepelnek itt, inkább gesztusok, ellentétben állnak azzal, ami Júdásnak a szívében megfogalmazódik, aki a jótékonyság állarca mögött meghúzódó pragmatizmussal takart aljassággal próbálkozik, és az asszonyt megítéli, hogy minek ez a pazarlás? Hát ezzel mennyi segényt tudtunk volna megsegíteni, de hozzáteszi János, hogy hallottuk, nem segíteni akart a szegényeken, hanem az ő látásmódja már teljesen beszűkült a pénzre, a földi karrierre, a sikerre, és még a messiást is erre akarja felhasználni, hogy a saját szekerét tolja majd a messiás, hogy politikailag mutassa meg az ő isteni hatalmát, és győzze le a rómaiakat, és mindazokat, akik akadályozzák a zsidó népnek a földi kibontakozását. Az egyiknek beszűkül a látásmódja egészen odáig, hogy amikor majd elárulja mesterét, akkor sem tudatosodik benne, hogy ő milyen rossz cselekedetet hajt végre, és amikor majd rádöbben, akkor így kiállt fel, hogy elárultam az igaz vért. És ott van Mária, Lázárnak a testvére, aki pedig a hálának és a szeretetnek a gesztusával egyre többet lát. Egyre nagyobb távlatokban szemléli a Jézus eseményt. Olyannyira, hogy Jézus úgy dicséri meg Máriának a cselekedetét, hogy ne bántsd őt, mert a temetésemre teszi. Ő most prófétál. Többet lát a húsvétból az, aki hálatelt szívvel néz a Mesterre, mint az, aki a saját kis haszonelvűségének akarja, mint egy a vitorlájába befogni a Mesternek a szent lelkének a szelét és erejét. Engedem-e, hogy az Isten fia, aki értem meghal, megnyissa a szememet a húsvét eseményének mélyebb megértésére? Mert ahogyan a tegnapi ünnep, a virágvasárnap is nem arról szól, hogy mennyit szenved értem a Krisztus. Nyilván az is. De elsődlegesen az, hogy mennyire szeret engem, hogy vállalja értem a kereszthalált. A szenvedésig elmenő szeretet mutatkozik meg a virágvasárnap. A mai nap pedig arra hív Jézus, hogy válaszolj el a szeretetre. Mondd ki azt, hogy hálás vagy ezért. Mennyi mindent megköszönhetünk a Mesternek, aki bennünket elvezetett ehhez a húsvéthoz. Minél hálásabb vagyok, annál többet látok meg az Úr húsvéti misztériumából, és minél inkább csak a saját szempontjaimat nézem, annál kevésbé veszem észre, hogy miről van itt szó. Vagyis egy személyes kapcsolatot épít az Úr. Egészen a végsőkig, gondoljuk csak majd a nagy csütörtöki vacsorára. Ott is nem arról kezd el beszélni, hogy most neki azt is mondja, hogy neki szenvednie kell. De hogy mennyire szeretlek titeket, és hogy mennyire ezt bízom rátok, hogy ti is szeressétek egymást, és hogy nem hagylak árván titeket, és veletek maradok. A személyes kapcsolatot erősíti Jézus egészen az utolsó pillanatáig. Azt várja tőlünk, hogy erre a személyes szeretetre mi a hálának a szavaival válaszoljunk, úgy, mint Mária. Mennyi mindent megköszönhetünk Jézusnak az életünkben. Erre hív meg ez a nagy hétfő. Talán nem is szavakkal, hanem inkább gesztusokkal, az életünkkel, a lényünk odaadásával válaszolhatunk, és kell, hogy válaszoljunk az értünk önmagát szeretetből feláldozó isteni Mesternek. Ha így cselekszünk, akkor a húsvéthoz meg fogunk érkezni.
Isten, ami biztonságunk és békénk záloga már itt a Földön is. Kérjük őt, hogy ne hagyjon magunkra és segítsen, hogy ezt mi se felejtsük el soha. Ott, hogy Ferenc pápánk és Péter püspökünk a szegények iránti figyelemmel és elkötelezettséggel végezze munkáját. Kérjük téged, hallgass meg minket. Gyarapítsd odunk egyházközségünkben a szeretet fényét és melegét. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, hogy a népek vezetői felelősségteljesen gondoskodjanak mindenki szükségleteiről. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, hogy nagybőti böjtöléseinket lelkünk javára és a rászorulók iránti szolidaritásból örömmel végezzük. Kérjük téged, hallgass meg minket. Segítsd meg a betegeket, akik naponta azonosulnak veled és megváltó szenvedéseddel. Kérjük téged, hallgass meg minket. Fogadd el, Urunk, imádságunkat, áldozatainkat, és egyesítsd megváltásod érdemében, hogy akik itt a Földön hittel vállaljuk a szenvedéseket, a más világon szent kereszted erejéből örök boldogságot nyerjünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Menj őkre, nem volt neked, Isten is szülötted, látni szegény jászolban, s midőn annyi ellenséget, romlására esküvéden, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Istenünk, tekints kegyesen erre a szent áldozatra, amelyet irgalmasságodban arra rendeltél, hogy a kárhozattól megszabadítson és örök életet fakasszon bennünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Már közeledik üdvözítőnk szenvedésének és dicsőséges feltámadásának ünnepe, amikor örvendünk, hogy megtörte az ősi ellenség gőgjét, és újra átéljük megváltásunk szent titkát. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengünk. Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségedbe ölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, állott, aki jön az Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste
és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal és hívő népettel együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Márton szolgából, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy ő, aki titkos módon részesült keresztsége által Szent Fiának a halálában, részesüljön Szent Fiának feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsáss őket Szent Színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk mi is az örök életnek. És dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint most bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmakból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttén. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak,
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkednél. Köszöntsétek egymásra béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten maradjon, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten maradjon, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten maradjon, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval és meggyógyul az életem. Uram Jézus, aki jelen vagy most az oltári szentségben, én, aki most nem tudok jelen lenni a szentmisében, vágyódva nézlek téged, fogadd el szívem háláját, mindazért, amit az életemben már eddig is értem tettél. Add, hogy ez a hála megnyissa a lelkemet, hogy befogadhassam azokat a kegyelmeket, amelyeket most a szent áldás révén, a lelki áldozás révén adni akarsz nekem. Fogadlak téged, Jézusom, egészen a tiéd akarok lenni, légy egészen te is az enyém. Ne rejtsd el előlem arcodat, Uram, megpróbáltatásom napján fordítsd felém füledet, amikor csak segítségül hívlak, sietve hallgass meg engem. Könyörögjünk. Gondviselő Istenünk, tekints jóságosan népedre,
és oltalmazd a szent áldozatban neked szentelt szívünket, hogy az üdvösség zálogát, amelyet irgalmatból kaptunk, segítségeddel meg is őrizzük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletekben. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Boldog asszony, anyám, régi nagy pátrónány, nagy ígységben lévén, így szólik meg hozzány. Magyarországról, édes hazánkról, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáid gyermekidnek nem te soha nem veted meg. Hol a szükség, kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten áldjon mindannyiótokat.